No, és akkor elkezdjük a ma reggeli műsort. Már elkezdtük tulajdonképpen, Stummer János és Varga Zoltán, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Hogy elfogadták a meghívásunkat. Nem egyeztettünk Mártival, de szerintem hát nem is nagyon kell, mert annyira itt a beköszönésünknél, amit említettünk, az egyik ilyen fontos téma, jelenség, ami ugye a közéletet, a politikát, sőt, talán mondhatjuk azt, hogy a nemzetközi szinten is a politikát azért felborzolta, ahogy sokan fogalmaztak, kiakasztotta az Demeter Szilárdnak az írása, a publicisztikája, amelyet ugye kirakott, aztán gondolkozott, visszavont, és az egész Facebook profilját úgy, ahogy van, ugye hétvégén törölte. De a véleményükre lennénk kíváncsiak. Úgy gondolom, ezzel nem oldódott meg semmi. Elsősorban is Demeter Szilárdot, ugye mondhatnám azt is, hogy régóta figyelem, és az első gondolatom Demeter úrról az volt, hogy egy olyan szélsőséges zenekarban, ahol Orbán a karmester, a kisdobosnak nagyon kell ütnie az eszközét, hogy egyáltalán észrevegyék. Na most Demeter nem tett mást, különben egyrészt ezt tette, másrészt leírta, meghangosította azt, ami a Fidesznek és Orbán Viktornak a fejébe van. Nem történt itt semmi csoda. Sorosról hallottunk, szélsőséges megnyilvánulásokat láttunk, Bájer Zsolt ezt naponta háromszor megteszi. Nyilvánvaló módon, ami történt, az elfogadhatatlan. De azt azért szögezzük le, hogy ez nem meglepő. Előbb-utóbb ez kibukott volna. Orbánban még van annyi tartás talán időnként, hogy nem mondja el, amire gondol. Demeter nem ennyire képzett, nem ennyire rutinos, ő elmondta. Most látjuk ennek a következményét. Le kell mondania ön szerint? Ez az alap, hogy lemond, én azt hiszem, és egyszerűen távozik a közéletből. Nem gondolnám, hogy bárki is kíváncsi ezek után Demeter Szilárdra bármilyen módon is. Azonban hozzá kell, hogy tegyem, hogy Demeter Szilárd írása, mondatai olyanok, hiába vonja vissza, mint egy kilőtt puskagolyó. Azt a csőbe vissza szuszakolni még egyszer már nem lehet. Sajnos azt látjuk, hogy ez a Fidesz krédója, amit Demeter itt leírt. Varga úr? 135, 152 és 156. Én ezzel a három számmal szeretném ezt felvezetni, ezt az egész témát és ezt a kérdést. Ez azoknak az embereknek, magyar honfitársainak a száma, aki az elmúlt három napban meghalt a magyar kórházakban koronavírus fertőzésben. Azért ezzel a három számmal kezdek, mert szerintem, és nem megkerülni akarom még véletlenül sem ezt a kérdést, de erről kellene nekünk beszélni minden egyes alkalommal és minden egyes pillanatban, amikor nyilvánosság előtt vagyunk, és nyilvánosságnak tudunk beszélni, és elmondhatjuk a véleményünket. És azért mondom azt, hogy inkább ez az a téma szerintem, amiről nekünk beszélni kellene elsősorban, mert az, amit Demeter Szilárd és a Fidesz kommunikációs gépezete csinál, nem csak az utóbbi napokban, az utóbbi hetekben, hónapokban, mindig arról szól, hogy egy-egy ilyen kirohanással, kilépéssel mindig valamiről el akarják terelni a figyelmet. És ez is erről szól, tehát Demeter Szilárdot azért tudjuk, hogy nem glasszékesztyűben vívta sosem a politikai csatákat, tehát simán belefér az ő a politikai arcélébe egy-egy ilyen fajta kirohanás, de szerintem ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy a Fidesz el akarja a elhibázott válságkezelését. Abban azért vitatkoznék önnel, de valószínűleg, hogy most a képernyők előtt azért nagyon sok nézőnk talán egyetért ezzel az apró kizárójeles megjegyzésemmel, hogy minden adásban beszélünk erről, amire igen. Most ön azt mondta, hogy inkább erről kellene beszélni, mert ugye a koronavírus, a védekezés, a nem megfelelő védekezés, vagy helyes védekezés, ez minden adásban és minden politikai során fogunk megint. Egyébként. Még egy pillanatra, hogy az önök szerint akkor a Jobbik egyetért abban, hogy nem, hogy le kellene mondani. Abszolút. Távoznia kell a közéletből, Demeter kell. Szilárdnak. Kitől várják ezt a lépést, hogy a miniszterelnöknek kell megtennie, vagy neki önként kellene? Azt gondolom, hogy nagyon lényeges különbség, hogy ez egy miniszterelnöki döntés, a kinevezés visszavonása, vagy pedig egy önkéntes. Elvárhatnánk a miniszterelnöktől, de hát a miniszterelnök a legutóbbi péntek reggeli rádióinterjújában elmondta, hogy Soros György, ugye ő a pókember, tehát ő az, aki a háló közepén ül és szövi itt a hálót, tehát ez egy ilyen science fiction lenne a mi részünkről, ez az elvárás, hogy majd Orbán Viktor felhívja a piros telefonon Demeter Szilárdot, és azonnali lemondásra szólítja fel. De én inkább azt mondom, hogy ez egy ügyes kormányzati kommunikációs visszavonás lesz az, ahogy Demeter Szilárdot a háttérbe húzzák, mert látják ők is, hogy nem csak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is nagyon komoly hullámokat. Én talán egy picit radikálisabban gondolkozom ebben a témában. Azt hiszem, hogy Demeter Szilárd ebben az esetben nem más, mint egy eszköz. Egy kicsorbult ásó.
amit a felcsúti dácsa Sufniából vett elő Orbán Viktor, nyilván az ő felelőssége. Azt tudni kell, hogy aki itt megszólal, akár kormányzati szinten, akár a Fidesz szintjén, az nem a saját gondolatait mondja el. Az mindig egyeztet. Itt, ha valakinek ebben a dologban felelőssége van, az nem más, mint a kormányfő. Bevallom őszintén, én ma reggel azzal keltem, a legelső az volt, megnéztem, hogy Demeter Szilárdnak megvan-e még a széke és az íróasztala. Hát megvan, kérem szépen, és ez a legnagyobb dráma. Orbán Viktor egy személyben felelős különben ezeknek a megmondó embereknek minden szaváért. Orbán Viktor felelőssége elvitathatatlan ebben a kérdésben. Ő neki kell abba a pillanatban kellett volna eltüntetni a közéletből, ahogy ez a szerencsétlen írás megjelent. Csak azt szeretném önöktől megkérdezni, mert nyilván azért a politikusoktól teljesen mindegy, hogy ellenzéki vagy kormánypárti politikus, a következetességet az valószínűleg nagyon sok választópolgár elvárja. Önök uraim, az ellenzéki oldalon, amikor a szerencse időközi választásra készültek, amikor előtérbe került ugye a közös jelölt Bíró Lászlónak a korábban tett rasszista, antiszemita kijelentései, akkor miért nem ütötték annyira hangosan az asztalt és erőteljesen, hogy ha, akkor mondjon le, ne induljon, más jelöltet állítanak? Ha valaki következetes a mai magyar belpolitikába, az a demokratikus koalíció. Mi gyakorlatilag egy sarokpont, egy sarokcsillag vagyunk, ha mondhatom ezt, a magyar demokrácia egén. Mi mindig ugyanazt a nézetet vallottuk. Az teljesen egyértelmű, sokszor megkérdezték, és hát nyilván vártam, hogy most is előjön a bíró kérdés. Vállalhatatlan mondatai voltak a kollégának, ez teljesen egyértelmű, de azt hiszem a jobbikos képviselőtársam erről majd autentikusabban tud beszélni. És azt hiszem, hogy ezek a mondatok itt vannak még mindig közöttünk, de azért ne felejtsük el, ha a trendet nézzük, hogy a Jobbik közössége onnan jött ki, ahova a Fidesz most teljes messzélességgel benyomul. Igen, csak az egyik egy politikus, vagy politikus jelölt volt, ugye képviselőjelöltségre pályázott, a másik ember pedig közéleti személy. Az persze nem ment fel senkit, hogy ilyen kijelentéseket tegyen. Elsősorban is Demeter Szilárd önmagát is politikusnak gondolja. Ugye többször elhangzott, hogy ő a kultúrpolitikusa a Fidesznek és a kormánynak. Így is viselkedik különben, hozzá kell, hogy tegyem, elég ostoba módon teszi mindezt. Amíg Bíró László, nyilván politikus ő is, de azért ne felejtsük el, hogy Bíró László mind a mellett, hogy ezek a mondatok valóban elhangzottak, valóban vállalhatatlan, de mégis elnézést kért. Demeter Szilárd semmi ilyesmit nem tett, egyszerűen úgy gondolta, hogy azzal ad akta van a dolog, ha törli ezt a bejegyzést, de azért ne felejtsük el, hogy ha a történelmi hűséghez ragaszkodnánk, hogy azért utána volt még egy-két magyarázó mondata, ahol megpróbálta megmagyarázni a lehetetlent, és azt hiszem, hogy ezzel különben kilóg a lóláb ebből az egész kormányzati kommunikációból, történjen bármi is ezek után. Nyilván meg lettek szólítva most ebben a kérdésben. Mind a kettő ormótlan és úcska beszéd. Az is, amit Demeter Szilárd mondott, és az is, amit annó néhány évvel ezelőtt Bíró László mondott. Az adott pillanatban, amikor a nyilvánosság előtt elhangzik, akár egy akármilyen interjúban, akár egy Facebook kommentben, nincsen mentségre. Egyetlen lehetősége van az embernek, amikor egy-egy ilyen ostobaságot elkövet és szégyenletes dolgot elkövet, az az, és ezt nem mint politikus vagy közéleti szereplő, hanem mint ember, az, hogy bocsánatot kér, és hamut szóra fejére megköveti azokat az embereket, akiket megbántott, kanosszát jár. És hogyha visszaemlékeznek az október 11-ét megelőző néhány hétre, akkor emlékeznek rá, hogy azért a kanossza járás, ez Bíró László esetében azért ez megvolt. Tehát, bocsánat, aztán megyünk tovább. Hogyha nála a Jobbik ugye elfogadja azt, hogy elfogadta azt, hogy elnézést kért, bocsánatot kért a korábbi kijelentésétől, akkor ezt elfogadnák ugyanúgy Demeter Szilárd részéről? Semmifajta olyan képzetünk nincsen, hogy ez Demeter Szilárd meg fogja tenni, ők más emberfajta. Most nem azt kérdeztem, hogyha egyébként bocsánatot kérnek, akkor ezt elfogadnák az elfogadatot? Tudja, mit szerkesztő úr, igen. Tehát én a magam részéről tudok nyilatkozni, a magam oldaláról tudok nyilatkozni. Ha konzekvensek és következetesek akarunk lenni, akkor igen, természetesen. Én viszont úgy gondolom, nem egy megítélés alá esik a két eset.
még egyszer mondom, szemmel látható a Jobbik, és a Jobbik politikusának különben az a trend, ahol a Jobbik önmaga is látható módon kanosszát jár időnként a vállalhatatlan kijelentései, vagy a politikusai vállalhatatlan kijelentései miatt, és más a Fidesz ebben az esetben, hiszen a Fidesz kormányon teszi meg ezeket a vállalhatatlan kijelentéseket, és ráadásul védi ezeket az embereket. Tehát azt hiszem, hogy nem szabad összekeverni azért a kettőt, mind a mellett, hogy teljesen természetesen igaz az, hogy Bíró László kijelentései az adott pillanatban akkor és ott vállalhatatlanok voltak, mi ezt továbbra is tartjuk. Azt mondtuk, hogy megyünk tovább, és önök is említették, hogy érdemes arról beszélni, ami a jelenkorunkat, a napjainkat leginkább meghatározza. A vírushelyzet 8-10 nap múlva hozhat döntést a kormány arról, hogy az ünnepi időszakra feloldják, vagy esetleg enyhítik ki a korlátozó intézkedéseket. Legalábbis ez derült ki a kormányzat Facebook oldalára feltöltött bejegyzésből. Most jönnek a részletek, utána pedig folytatjuk önökkel a beszélgetést. Szeretnénk, ha mindenki korlátozás nélkül tudna találkozni karácsonykor. A kormány 8-10 nap múlva hoz erről döntést, írja a kormányzat Facebook oldalán. Ez azt jelentheti, hogy az ünnepi időszakra feloldhatják a korlátozásokat. Én úgy gondolom, hogy 10 nap múlva esetleg azt lehet látni, hogy hogy alakul a helyzet az országban. Én nem ígérgetnék semmit. Én inkább figyelném a lehetőségeket, és azt mondanám az embereknek, illetve azt javaslom, hogy legyenek nagyon óvatosak. Az infektológus mindenkit arra figyelmeztet, hogy még maszkban sem menjen tömegbe. Szerinte akár családi összejöveteleken is érdemes maszkot viselni, ha pedig valakinek akár csak enyhe tünete is van, jobb elhalasztani a családi látogatást. A DK azt szeretné elérni, hogy a kormányzat ingyen tesztelje le azokat az ünnepek előtt, akik ezt kérik. Szerintük ezzel megmenthető lehet a karácsony. Az MSZP társelnöke közölte, hétfőn országgyűlési határozati javaslatban kezdeményezik, hogy a kormány decemberre biztosítson gyermekenként egyszeri 50 000 forintot azoknak a családoknak, ahol mindkét szülő a koronavírus miatt veszítette el a munkáját. Akkor kezdjük, vagy folytassuk a beszélgetést a Demokratikus Koalíció álláspontjával. Reálisnak tartja ezt, hogy mondjuk az országra kiterjedő tesztelés kezdődne el? Azt mindenféleképpen. Mi nagyon régóta mondjuk, hogy ez az egyetlen olyan lehetőség, ahol ki tudjuk szűrni azokat a potenciális fertőzőket, akik továbbadják a fertőzést. De hogy egy picit távolabbra nézzünk, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy most isszuk meg a levét az impotens pánikkormányzásnak. Annak, hogy Orbán Viktorék különben úrhatnám módon adriáztak nyáron, ahelyett, hogy felkészítették volna az egészségügyet, a lakosságot, hogy olyan döntéseket hoznak, ami szakemberhez méltó döntés, és nem pedig egy mindenhez is értő, jobb napokat látott politikus találná ki reggelente a kávé vagy egy feles pálinka mellett, hogy éppen mi lesz az ország sorsa a következő napokban, azt hiszem, hogy ez borzasztó. De ha látjuk különben, hiszen Orbán Viktor volt az, aki hivatkozott Ausztriára, vagy hivatkozik Ausztriára folyamatosan, és mondja azt, hogy Ausztria a mi kísérleti laborunk, és ami ott történik, azt Magyarország követni fogja. Mi azt látjuk, hogy Ausztria nagyon kemény intézkedések után szinte az egész országot lezárták náluk. Most is hiába nyitnak valamelyes meg, mégis megtartják ezeknek az intézkedéseknek jó részét. Ők felelősen tudják kezelni ezt a járványhelyzetet. Én azt látom, a magyar kormány erre képtelen. Pánikkormányzás folyik, ennek minden negatív hatásával együtt. Ez a DK is tud meredeket mondani jelző szerkezetben, mármint most az előző mondatára vagy jelzőjére gondolok. Önnek mi a vélemény álláspontja? Hát ugye, hogyha abból indulunk ki, amit a miniszterelnök mondott pénteken, hogy lesz a karácsony, mikor hoz döntést a kormány a karácsonnyal kapcsolatban. Ugye ez az ember szeptember 16-án azt mondta a nyilvánosság előtt, feltűrte az ingúját a Karmelitában, és közölte, hogy mindenki, aki meg fog betegedni, azt meg fogjuk gyógyítani, meg fogják gyógyítani. És hát miután ez nem így van, tehát ő hiába a Magyarország miniszterelnöke, bármit, amit ezzel a járvánnyal kapcsolatban a nyilvánosság előtt mond, az teljességgel hiteltelen. Tehát erre építeni, hogy a miniszterelnök péntek reggel mit mond a Kossuth Rádióban, ez egy nagyon veszélyes dolog. Amire lehet és kell építeni szerintem, az, hogy a következő napokban, következő hetekben akkor
tudunk a legjobban készülni a karácsonyra, hogyha saját magunkat és a családtagjainkat, a környezetünket minél inkább megóvjuk attól, hogy egymást megfertőzzük, vagy megfertőzzék az emberek. Ne a kormánytól, ne a miniszterelnöktől, ne az operatív törzstől várjuk azt, hogy ezen a járványon túl legyünk, hanem egymásra kell nagyon odafigyelnünk és nagyon vigyáznunk, és így juthatunk el odáig, hogy ez az influenza szezon végéig, február végéig, ez nem egy permanens káosz lesz itt ebben az országban, hanem hamar kikecmergünk ebből a helyzetből. Elnézést, szerkesztő úr megdolgált az előbb, hogy erős jelzős szerkezeteket megdolgáltam, csak megjegyeztem. Engedje meg, hogy még egyet azért mégiscsak elmondjak. Ostoba kis mondás ez, ugye szokták mondani, hogy nem azzal van a baj, ha egy politikus a tükörben néz és azt mondja magáról, hogy ő az Isten, hanem az, hogyha el is hiszi. Sajnos mi a kormányfőtől most hetek, hónapok, évek óta ezt látjuk, hogy ő hiszi magáról, hogy ő a vátesz ebben a dologban, hogy ő meg tudja mondani, hogy mikor lesz vége a járványnak, hogy karácsonykor különben együtt tudunk-e ünnepelni, vagy nem, ahelyett, hogy szakemberek tanácsára hallgatni, és ez a legnagyobb baj ebben az esetben. Ezt teszi tavasz óta, tehát ugye a kormányzat folyamatosan ezt mondja, hogy mindig szakemberekkel, a megfelelő szakemberekkel, nemzetközi szinten, hazai szinten egyeztetnek. Kérem azt, hogy mit mond, az egy dolog, és más az, hogy mit cselekszik. Ugye ezt ismerjük nagyon jól, ez az ő mondása volt, nem akarok az ő tolaival ékeskedni, távol álljon tőlem, de szemmel látható, hogy ugyanazt a pávatáncot járja különben most a járvány esetében is, mint minden más esetben. Mond valamit, és annak az ellenkezőjét cselekszi. A pénteki interjúra még egy pillanatra szerintem térjünk vissza, és hivatkozzunk rá, ugye akkor azt mondta a miniszterelnök, hogy nem kompromisszumot akar kötni az ország érdekében, hanem megoldást akar találni arra, hogy minél hamarabb hozzájuthassunk mondjuk ezekhez mi is, illetve a déli országok is ezekhez a segélyalapokhoz, a segélyalaphoz, illetve legyen költségvetés. Ezt önök hogyan értékelték a pénteki beszédet? Vétó kérdésében. Az egy dráma volt. Tehát az a pénteki beszéd az nagyjából mutatta a jelenlegi kormány és kormányfő mentális állapotát. Egy zagyva beszédet hallottunk, hozzá hogy tegyem, hogy szinte minden pénteken ezt halljuk. Annak a beszédnek, vagy beszélgetésnek se füle, se farka nem volt. Látjuk azt, hogy mit tesz az európai szintéren, hogy vétóz, és ezzel, ha nem akarok erősen fogalmazni, de 14 ezer milliárd forint sorsát teszi kétségessé. Ugye beszél arról, hogy ő a megoldásra törekszik, de látjuk azt, hogy alapvetően itt maga a probléma a kormányfő. Tehát akkor nem látják azt, hogy ebből kiút lehetne? Tehát nem hisznek abban, hogy egyesség születik Magyarország és az Európai Unió között? Mindenképpen egyesség kell, hogy szülessen, bár ez az egyesség, én attól tartok, Orbán Viktor számára egy keserű egyesség lesz. Győzni fog a normalitás és a józanész az Európai Unió. Én azt hiszem, hogy az Unió felkészült már Orbán Viktor minden apró és aljas húzására. Megtanulták Orbán Viktort. Mielőtt a kompromisszumokat említett Orbán Viktor ebben a rádióinterjúban, illetve annak a szükségességét, azért azelőtt emlékezünk meg arról, hogy 15 percen keresztül beszélt a bevándorlásról, illetve az európai migrációs helyzetről, arról, hogy a Nyugat-Európa etnikai térkép az hogyan fog átalakulni, hogyan alakult át az utóbbi években, évtizedekben, és utána mint egy ilyen széljegyként, ugye a szerkesztő azt, hogy megkérdezte, hogy és egyébként akkor ezzel az Európai Uniós támogatással mi van, elmondta, hogy kompromisszumok, és ezzel el volt rendezve az ő részéről a dolog, miközben egyébként Magyarországnak a következő éveit elsősorban azt fogja meghatározni, hogy az európai közösségen belül hogyan lesz képes ezeket a bizonyos forrásokat lehívni, akkor, amikor egyébként látjuk, hogy önteni kell bele a pénzt a gazdaságba ahhoz, hogy ez ne omoljon össze, ne omoljon be, az egészségügyi válság helyzetet már elbukták, és a gazdasági válság helyzet is azt is el fogják bukni hamarosan, úgy látszik. Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy velünk kezdték a reggelt. Köszönjük.